A megyei katasztrófavédelem szóvivője azt mondja, amióta a hőségriasztást elrendelték, azóta az átlagoshoz képest sokkal több balesethez riasztják a tűzoltókat. Mindez azt bizonyítja, a kánikula figyelmetlenebbé tesz mindenkit, így érdemes sokkal jobban koncentrálni a napi rutinnak számító tevékenységek során is. Szabó Bisztrics Anett hangsúlyozza, ebben az időben soha semmilyen körülmények között ne hagyjunk zárt autóban gyermeket és kutyát. Álló parkoló személygépkocsiban semmi esetre se hagyjanak, még véletlen se gyermeket, rövid időre se, arra az időre se, hogy beugrom esetleg a boltba egy palack vizér, tehát nem, nagyon rövid idő alatt a gépjármű utastere akár 70 fok fölé is felemelkedhet. Ha valaki azt tapasztalja, hogy az zárt autóban gyermek vagy állat tartózkodik, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot, így a diszpécser utasítására akár az ablak betörését is el tudják végezni a bejelentők. Mindenkit arra kérünk, ha esetleg azt látja, hogy egy parkolóautóban felhúzott ablakoknál egy gyermek egyedül van a járműben, vagy egy állat, azonnal értesítse a 112-es segélyhívószámon a hatóságokat, és a lehetőségekhez mérten akár be is avatkozhat, segítséget kérhet, vagy betörheti az autó üvegét is, hiszen itt minden másodperc számíthat, azonnal életmentésre lehet szükség, de kerüljük el ezeket az eseteket mindenképpen. Az elmúlt években Fejér megyében nem történt olyan tűzoltói beavatkozás, amely autóban felejtett állat vagy gyermek miatt végeztek volna el az egyenruhások.